Fiatal koreográfusok mutatkoztak be Veszprémben a Táncvilágnapja alkalmából. A táncfesztivál előrendezvényén két friss produkciót láthatott a közönség. A Hangvillában emellett két interaktív workshopot tartottak a Frenák Pál társulat művészei, egyiket sérült gyerekeknek, másikat fiatal veszprémi táncosoknak. Április 29-e Jean-Georges Novel francia táncos és balettművész születésnapja. 1982 óta a tánc nemzetközi ünnepe. A mai társadalomra jellemző új kapcsolati formák megfelelőjeként különböző táncnyelveket használva keresett utat magának egymás felé Horváth Nóra és Ivanov Gábor. A BIT című előadás az útkeresés nehézségeit, abszurditását és sokszor komikus pillanatait mutatta be. Percekig tartotta a nyakában Csuzi Márton partnerét, Simkó Beatrixot. A Rajta Dál című előadásban a valóság és az illúzió között egyensúlyozva a fizika törvényeit és egymás tűrőképességét tették próbára. Fiatal táncosok, fiatal koreográfusok mutatkoztak be a Táncvilágnapján Veszprémben. Olyan új produkciókkal álltak színpadra, melyek a fiatal tehetségeket segítő Imre Zoltán program támogatásával készültek. Egy rendkívül friss, fiatalos mai stílust képviselő mind a ketten. Ők nagyon fiatalok, nagyon másképp gondolkodnak a színházról, a táncról, mint mondjuk én, és ez nagyon jól is, helyes is, jól is van ez így. Az a tervünk, régi, nem új terv, hogy ezt, erre mindig oda fog figyelni a fesztivál a fiatal tehetségekre, ennek jegyében kerültek ide ma. Második alkalommal szervezett programot a Táncvilágnapján a Pannonmár Színház. A május második felében kezdődő táncfesztiválhoz kapcsolódtak ezzel. Elsősorban az a vágyunk, hogy ugye az a május végi pár nap, ami a Kortárs Táncszínházé Veszprémben, az legyen egy kicsit kihúzva, legyen több, hogy jusson a veszprémi közönségnek ebből a műfajból is több. Ez volt az elsődleges, meg egyébként szerintem a Táncvilágnapját Veszprémben, ahol egy 21 éves kortárs táncfesztivál működik, meg is kell ünnepelni. Ez volt a motiváció. Persze szeretnénk életben tartani, amennyire lehet, nem csak a fesztivál ideje alatt. A táncfesztiválja május 22-től május 26-áig tart. Három helyszínen várják majd kortárs táncszínházi előadások a nézőket.